Az új ukrán védelmi miniszter azt állítja, hogy egy belső vizsgálat 10 milliárd rívnya értékű korrupciógyanús üzelmeket tárt fel. Rustem Umerov miniszter arról számolt be, hogy belső átvilágítást rendelt el, és csak az elmúlt négy hónap során, amióta ő az új tárcavezető, már 10 milliárd rívnya értékben tártak fel korrupciógyanús üzelmeket. Állítása szerint céljuk felszámolni minden olyan beszerzési rendszert, ami esélyt Kínál a korrupció megjelenésére. Umerov elődje Oleksi Reznikov a hadsereg körüli korrupciós botrányok miatt kényszerült távozni. Az egyik legnagyobb botránya az volt, hogy a katonáknak aranyáron szerezték be a tojást.